középkategóriában vagyunk benne az országos statisztikát tekintve. Tehát mind a felderítések számában, mind a gépkocsi futás teljesítmény tekintetében. Hiába számít kicsinek Tolna megye, a parlagfű elleni védekezés hatékonyságát tekintve az ország középmezőnyéhez tartozik. Magyarországon 2013 óta lehet online rendszeren keresztül, akár mobiltelefonnal is jelenteni, ha valaki parlagfüves területet talál. A szakember ezt ajánlja leginkább a telefonos és az e-mailes lehetőségek mellett. Fényképpel GPS koordinátával föl lehet tölteni az észlelt foltot, lehet kérni itt visszajelzést is, akár SMS-ben, e-mailben, hogy mi a további sorsa a parlagfű, tehát a felderített parlagfű foltnak. Július óta dolgoznak a pollenfoltok felmérésén a Tolna megyei kormányhivatal földhivatali főosztályának munkatársai a külterületi földeken. Az idei év időjárása kifejezetten kedvezett a gyomnövénynek, ezért ott, ahol nem védekeztek ellene vegyszeresen, bőven ad munkát a fertőzött területek felmérése a szakhatóságnak. Ez idáig 17 jegyzőkönyvet, vagyis 17 parlagfűfoltot sikerült beazonosítani, de még ugye a szezon elején vagyunk. Most várható majd valószínűleg a tömegessé válás. Miután a földhivatal munkatársai felderítik a parlagfüves területeket, a kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályához kerülnek a jegyzőkönyvek. Ők szólítják fel a területek tulajdonosait az írtásra, vagy ha ez nem történik meg, akár ők is elvégeztethetik a munkát, aminek az árát a büntetéssel együtt kiszámlázzák. Van olyan év, amikor Tolna megyében több száz felszólítást kell kiküldeni. Eddig még ugye most a eljárás közepén vagyunk, vagy még talán annyi se, jelenleg még 50 és 60 között van, de egy évben, hogyha rendesen előjönnek a dolgok, akkor több száz is van. A hatóságok idén különösen nagy gondot fordítanak a parlagfű elleni védekezésre Tolna megyében, ezért a földtulajdonosoknak érdemes írteniuk, mert a bírság összege akár több millió forint is lehet. Lesz helikopteres, illetve repülőgépes felderítés, ezt nagyon szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, nehogy aztán utána hatóságot szidják, mert mi szóltunk előre, hogy itt a repülőgépről minden parlagfűfolt felderíthető a levegőből. Azt, hogy a gazdák védekeznek-e megfelelően a parlagfű ellen, még hónapokon keresztül az ősz végéig folyamatosan ellenőrzik majd a kormányhivatal munkatársai.